Frida Kahlo nem véletlenül vált híres példaképpé a mai kor számára. A Mexikóban született német, zsidó, spanyol, indián és magyar felmenőkkel rendelkező nő a festészetben találta meg az önkifejezés módját. A nehéz sorsú Frida Kahlo Diego Rivera-ban találta meg a szerelmet és a férjet is. A főszerepet Kovács Vanda, a Bartók Színház társulatának tagja alakítja. Ez egészen más, ugye, egy ilyen szerepre felkészülni, mint ahogy nem tudom, az Üvegcipőbe, az Adél szerepére. Inkább érdekes, ahogy nekem valahogy így az életemben megjelent a Frida Kahlo. Emlékszem, hogy talán még színire járhattam. Az körülbelül azért 20-21 éve volt, és a Katona József Színháznál voltam gyakorlaton, és kimentünk Bukarestbe. És ott szabad időmbe betévettem egy könyvesboltba, ahol először egy kívül. És akkor kezdtem el először így foglalkozni vele, vagy utána nézni. Őzáron felkérésére érkezett a színházba Bodor Böbe, Latinovics és Szepes Mária díjas színésznő, aki a Frida Kahlo című előadást rendezi. Galambos Attilával közösen készítették el a szövegkönyvet, amely hosszú kutatás, képi és szöveges források eredménye. Frida Kahlo élete nem volt könnyű, ezt mutatja be a készülő alkotás is. Minden gátló tényező ellenére mi is az a visszafordíthatatlan energia, a művész alkotó energiája, amit akkor se lehet elfojtani, hogyha esetleg nyakig gipszbe van valaki, és mégis esetleg elkezd valahogy festeni. Sokszor pont ez a fájdalom inspirálja az ilyen alkotó művészeket arra, hogy egyszer csak szinte a semmiből szárnyakat növesszenek. Az előadás Frida Kahlo és Diego Rivera életén keresztül mutatja meg az őszintességet és a mindent elsöprő alkotási energiát, amely képes még a halállal is szembenézni. A korhatáros előadást hamarosan megtekintheti a nagyérdemű a Bartók Kamara Színház és Művészetek Házában.